Gárdonyi Géza, a kisfa A gyerekek fát ültettek az út mellé. A fa gyökereket eresztett, és nőni kezdett. Egy fiú elment mellette. Leszakított egy levelet. Összegyűrte, és eldobta. Miért szakítottam le? Gondolta, de aztán megnyugodott. Mit számít egy levél? Fának sok levele van. Arra ment egy másik fiú. Letört egy ágat. Azt gondolta. Mit számít egy ág? A fának sok ága van. Arra szaladt egy kislány labdával. Feldobta a labdát. Az meg, puf, éppen a fára esett. Letörte a fa felső ágát. Hát ez baj, komolyodott el a kislány, de ettől még nem hal meg a fa, nő neki újjága. Jött egy kecske, rákcsált egy kicsit a fakérgéből. kérgéből. Megállott ott egy ember, hozzátámasztotta a bicikliét. Az is ledörzsölt egy kicsit a fa kérgéből. Jött egy fiú, az új bicskájával. Mindjárt kipróbálom, hogy jó-e? Levágta az egyik maradékágat. Jó, éles a bicskám! Örült. A kisfa száradni kezdett. Jöttek a gyerekek, akik ültették. Ej, ej! Úgy látszik, itt nem tud megnőni a fa. Biztosan rossz a föld.